Sziasztok! Anna Mé vagyok. Sokan kértetek engem arra, hogy beszéljek erről az erőtérről, amit akkor tapasztaltok, amikor velünk gyakoroltok. Mivel ez az erőtér egy láthatatlan dolog, ezért arra buzdítanálok benneteket, hogy legyetek nagyon gyakorlatiasak vele kapcsolatban. Én nagyon szkeptikus és nagyon gyakorlatias ember vagyok, és nem hinnék el semmi ilyesmit, ha nem tapasztalnám nap mint nap, nem látnám a hatásait. Ha megnézitek a honlapunkot, akkor nagyon sok esettanulmány van fent, és ezeknek egy része csodálatos gyógyulás. Egy nagyon-nagyon kis része van fönn azoknak a csodáknak, amiknek mi részesei vagyunk nap mint nap. Egészen egyszerűen azért, mert nem arra vagyunk berendezkedve, hogy felvegyük őket, hanem arra, hogy megtörténjenek rajtunk keresztül ebben az erőtérben. És ha már gyakoroltatok velünk, akkor lehet, hogy tapasztaltátok, vagy a teremben másokon, vagy magatokon, hogy ebben az erőtérben megjelenik egyfajta finom mozgás, ami nem akaratlagos, hanem egyszerűen csak arról szól, hogyha van valahol bármilyen elakadás a testben, akkor ez elkezd onnan kimozgatódni, kitisztulni ezáltal a mozgás által. Ez mindig lágy és szeretetteljes, jó érzés benne lenni. De kívülről lehet, hogy néha furcsán néz ki, mert meghaladja gyakran a test teljesítőképességének a határait. Lehet, hogy ilyenkor az ember olyan mozgásokat csinál meg, amit magától nem lenne képes. De azt látjuk, hogy ebben az erőtérben egy szeretetteljes, intelligens, személyre szabottan működő energia dolgozik, és azon dolgozik, hogy magasabb energiaszintre emeljen benneteket. Azt kérték tőlem az égiek, hogy ez ne csak a gyakorláson keresztül legyen elérhető, mivel nagyon sokan vannak azok, akik vagy a fizikai állapotuk miatt nem képesek gyakorolni, vagy egyszerűen kevéssé motiváltak. És fontos lenne, hogy hozzájuk is eljusson ez az erőtér. Ezért választottam olyan vívő közegeket, amiken keresztül ez az erőtér nálatok otthon is meg tud nyilvánulni. Az egyik ilyen közeg például a csakravíz. Ide tartoznak még az Anami Music zenéi, mindkét könyvem és a hangos könyv, és a kristályok is. Biztos látjátok, hogy ez az erőtér rajtam keresztül nyilvánul meg. Nem azt jelenti, hogy egy embertől származik. Az, hogy honnan jön pontosan, annak még nincs ideje, hogy erről beszéljek, de majd ez az idő is eljön. Egyelőre érdemes a hatásait vizsgálni. Az látszik, hogy ebben az erőtérben csodák történnek. És az látszik, hogy nem csak testileg kezd el regenerálódni a test olyan módon, ami szinte hihetetlen, hanem elkezd megfiatalodni is ebben az erőtérben. Meg lehet érezni a lelki változásokat. Sokan vannak, akiket ez az erőtér csak azáltal, hogy benne állnak, sírásra indít, és ez nem szomorúságból fakad, hanem inkább emelkedettségből. Meg lehet érezni, hogy az ember közelebb kerül a saját lelkéhez. És lehet érezni azt is, hogy valahogyan kihat a sorsotokra, valamilyen csodálatos módon. Ha voltak addig olyan élethelyzetek, amik elakadásban voltak, azok valahogy mozgásba jönnek, megváltoznak a körülmények. És mindig pont úgy, hogy ez mindenkinek a javára váljon. És nem csak ezeken az eszközökön keresztül nyilvánul meg ez az erőtér, hanem az oktatóinkon keresztül is. Nálunk az oktatóképzésnek van egy precíz, nagyon pontos, nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem intuíción alapuló, hanem pontos, logikusan felfogható tudáson alapuló háttere, ami alapján az oktatók tökéletesen meg tudják tartani az órákat, úgyhogy azt is tudják közben, hogy mi történik veletek, és mire van szükségetek. Ez az egyik része. De az oktatóképzésnek van egy olyan része is, amit inkább beavatásnak mondanék. Ez azt jelenti, hogy szándékom van abban, hogy az oktatókon keresztül, akik velünk dolgoznak, ez az erőtér megnyilvánuljon. Mivel ez is egy láthatatlan dolog, ennek is vannak, kell, hogy legyenek jelei a külvilágban, amik alapján látjátok, hogy igaz. Az, hogy az oktatókon keresztül ez az erőtér milyen erősen működik, azt megmutatják az esettanulmányaink a honlapon, hiszen ezeknek a nagy része, gyakorlatilag a 90%-a az oktatóinknál történt. És azt is látjátok, hogy egyrészt minden óránkon ugyanolyan tökéletesen képzett és szívvel, lélekkel dolgozik az oktató, hogy ez a minőség sosem hígul föl.
És az is látszik, hogy ezek körül, az emberek körül, mint hogyha egyfajta fény lenne. És látszik, hogy életkoruktól függetlenül kortalanok. Az ő testük is fiatalodik, és egy magasabb energiaszinten van. Ha valaki oktató nálunk, akkor szándékom az, hogy ez az erőtér megnyilvánuljon rajta keresztül. És hogyha valaki úgy dönt szabad akaratából, hogy nem dolgozik többé velünk, akkor szándékom az, hogy ez az erőtér ne nyilvánuljon meg többé rajta keresztül, hiszen ez az erőtér ide tartozik az Anami programhoz. Úgyhogy ha valaki kilép tőlünk, akkor ez az erőtér már nem nyilvánul meg rajta keresztül, vagy a munkáink keresztül, vagy a zenéink keresztül. Viszont amíg valaki itt van velünk, addig folyamatosan ebben az erőtérben van. És ez árad rajta keresztül is. Rajtuk keresztül éri el a gyakorlókat, és rajtuk keresztül is ugyanúgy kiváltja ezt a csodálatos hatást. Az, hogy ebben szándékom van, az nem titok. Biztos látjátok, ha ismertek engem, hogy nem vagyok médium. Nem az történik, hogy egyfajta transzban kiállok válaszolni a kérdésekre, vagy meditációt tartani, hanem látszik, hogy tökéletes koncentrált tudatossággal vagyok jelen, és szándékom van abban, hogy ami ott történik, az felemeljen benneteket. Kaptam ilyen kérdéseket is, hogyha valaki beviszi a vizét kulacsban, akkor a kulacsában, akkor abból csakravíz lesz a meditáció végére. A válasz az, hogy nem, mivel nekem abban van szándékom, ott abban a térben, amikor a meditáció történik, hogy benneteket emeljen ez az energia. Úgyhogy rátok koncentrálok, és a szándékom is ez, hogy emelkedjetek. De ha van egy bármilyen kristály a nyakatokban, vagy amit otthonról hoztatok, vagy bármilyen víz a kulacsotokban, abban nincs szándékom, hogy ez átalakuljon. Nagyon fontos, hogy ez a tiszta szándék, ennek mindig van egy megnyilvánulási formája is. Ez egyrészt egy égi dolog, másrészt minden égi dolognak, ha gyakorlatiasak vagyunk, akkor van egy megnyilvánulási formája a Földön. És nálunk ez nagyon egyszerű, ez pedig az Anami név. Hogyha valamin ezt olvassátok, ha azt olvassátok például, hogy Anami Music a CD borítón, akkor tudjátok, hogy ez az erőtér ott van benne, és megnyilvánul azon a vívőközegen keresztül. Lehet, hogy ha megjelenne ugyanez a CD, de más lenne ráírva, és nem lenne rajta a logónk, vagy az Anami elnevezés, akkor lehet, hogy a zene ugyanaz, de az az erőtér már nem lesz ott, ami az Anami Music zenéjén keresztül megnyilvánul. Ugyanez igaz a kristályokra. Tudjuk azt, hogy a hegyi kristálynak például nagyon jó hatása van. De hogyha valaki vásárol egy olyan energetizált kristályt, amiben az a szándékom, hogy ez az erőtér elérjen hozzá a kristályon keresztül, akkor érezhető, hogy nagyon erős hatást vált ki. Erről is nagyon sok visszajelzést kapunk, teljesen más. Máshogy hat, mint ahogy a kristályok általában. Ezért is van az, hogy ezeket a kristályokat nem kell tisztítani, mivel nem dugulnak be, nem fogy el belőlük az energia. Inkább úgy képzeljétek el, mint az összes ilyen eszközt, a vizet is, ami a testeteken belül dolgozik, a kristályt, ami a testeteken vagy a testetek közelében, a zenét, ami be tud lépni a teretekbe a hallás által, a könyveket, amiket, ahogy elolvastok, szintén belép a teretekbe. Ezek nem olyan dolgok, ami valaha is leállna az energia áramlása rajtuk keresztül. Lehet érezni inkább olyan érzés, mint hogyha ez egyfajta kapu lenne, amin keresztül ez az energia be tud lépni a teretekbe. És ha valamin ott van az Anami logó, vagy az én nevem, akkor tudjátok, hogy ez az erőtér ott van benne, ezt magában hordozza. Csak azért, mert ez a tiszta szándékom, és az égiek szándéka is ez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!